A Herman Otto általános iskolában megtartott hagyományok napja program sorozatot idén a Madarak és Fák napja rendezvényhez igazították. Krumplihámozást, kukoricamorzsolást és népköltészetet is becsempésztek a műsorba, de a Rákóczi évfordulóval összefüggő ismeretterjesztés is fontos szerepet kapott. Minden évben ilyenkor május 10-e körül tartjuk ezt a napot, hiszen Herman Otto nevét viseli az iskolánk, és a Madarak és Fák napja ugye híven kapcsolható Herman Otto nevéhez. A mai napot egy kicsit másképp szerveztük, mint az előző években, hiszen nem csak az iskolai helyszíneket veszük igénybe, hanem kimozdultunk a kerítésen kívülre, a település egyes helyszínein fordulnak meg tanulóink, csapatokban vagy osztálykeretben vonulnak, térképpel és menetlevéllel, és a helyszínek között például most állunk Kardos Lajos és Kedves Tanya házánál, egy több évtizedes gyűjteménnyel ismerkednek meg tanulóink. Ezen kívül más helyszíneken, az állomáson, a vasútállomáson, a focipályán, a település más udvaraiban és helyiségeiben különféle más állomások vannak, például krumplihámozást síverseny, kukoricamorzsolási verseny, ami kapcsolódik a néphagyományokhoz. Ezen kívül szövéssel, fonással foglalkoznak. Egy kicsit a népköltészetet is becsempésztük a mai napba. Ezen kívül, mivel Rákóczi év vagyunk az egyik állomáson, Rákóczi évfordulóval kapcsolatos feladatokon keresztül egy kisebb ismeretterjesztéssel találkoznak a tanulóink. Mennyire különböztetik meg a felső, illetve az alsós osztályokat, hiszen ugye a felsősök, mint említettek, kiléptek az iskola keretein kívülre, viszont az alsósok ők bent az iskolában mennek különböző állomásokon? Igen, az alsós tanulóink számára, hiszen önálló közlekedésre nem engedhetjük még el őket az iskolán kívül. Az iskola udvar és az iskola belső szolgálja a programok helyszínét. Ott ők néptánccal is találkoznak, népi játékkal találkoznak, és egyéb más nekik való programokat szerveztek a pedagógusaink. Ilyenkor mi a tapasztalat, hiszen különböző tárgyakat is bemutatnak, mennyire csodálkoznak rá a mai fiatalok a régmúlt tárgyaira? Számomra kicsit meglepő, hiszen ezen a helyszínen, ahol most itt tartózkodunk, tanulóink nagy figyelemmel hallgatják Lajos bácsi előadásait, és nagyon érdeklik őket azok a tárgyak, azok a régmúlt cselekvések, amelyekről éppen szó esik. Ilyenkor ugyebár nem tanulnak kimondottan, de valahol mégis, mennyire várják az ilyen projektnapokat? Hogy mennyi, természetesen mindenki örül, ha egy kicsit más, a tantermen kívüli tanulásra kerül sor, a gyerekek is várták. Már másképpen is indult a mai nap, hiszen egy zenés megnyitóval az iskola, a falu néptáncosok mutatták meg magukat. Ezen kívül vendégünk volt egy indián zenész is, aki az indián hangszereket a multikulturizmus egyében bemutatta gyerekeinknek. A napot úgy dél egy óra körül zárjuk, mindenki számára még egy szelet süteményt tartogatom meglepetésként. Az alsósok és a felsősök részére már negyedik éve megrendezett hagyományok napja programsorozatot jövőre már más rendszerben több nap alatt bonyolítják majd le.